Köszöntök mindenkit a felhőtelen boldogság hajnalán. Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy ilyen repesve vártak. Ékes bizonsága ez annak, hogy bíznak nemes küldetésünkben. Azt várják tőlünk, hogy ezentúl másképp legyen minden, úgy, ahogy önök megálmodták. Hát jó, én bízvást ígérhetem, hogy az álmaikat valóra váltjuk. Nem kérünk semmit, csak türelmet és fegyelmet. Aki itt van, sorra kerül. Esküszöm, hogy mindenki sorra kerül. Nem véletlenül vannak ebben a helyiségben. A sorrend, kérem, semmiféle rangsorolást nem jelent. Itt mindenki megkapja, amiért jött, akármikor kerül is sorra. Nem fogyunk ki soha. Nem fogyunk ki soha semmiből. Itt mindenből van bőven. Bocsánat, doktor, Heves vagyok. Azt hiszem, hogy már volt szerencsék. Kérem, az az ember ott, az nem érdemli meg, hogy itt lehessen. Lássunk hozzá, vegyük az elsőt. Adott ugye benne 4 szerelmes pár, és egy intrikus. Egy intrikus? Nem 2 kell ide? 2 kell? Képtelenség. Márpedig én határozottan úgy emlékszem, hogy 2-ről volt szó. Igen, itt van. 2 intrikus. Jól van. Tehát 2 intrikus. Uh-huh. Menjünk tovább. De hol is tartottunk? Abból indultunk ki, ugye, hogy a párok a boldogságot keresik, igaz? De csak akkor lesznek igazán boldogok, ha ezért áldozatot kell hozniuk. Ez valami új irányzat, mi? Na, mondd csak el. Éppen ezért el kell őket választani egymástól, és adott egy ház. Aha. A házért pedig meg kell küzdeniük. Nem is rossz. Jó ötlet. Na de kivel küzdjenek meg? Hát az intrikusokkal. Á, nem, ez nem jó. Nem, ez túl kézenfekvő és szimpla. Nem is bírna szusszal 3 felvonást. Aha. No, meg is van. Küzdjenek meg inkább egymással, érte? A párok? A hinneműek és a nőneműek. A fiúcsapat és a lánycsapat is rendelkezik érvényes tulajdonjogi végzéssel. Először ellenfélként kerülnek szembe egymással, mert mindkét csapat birtokba akarja venni a házat. Megfelelő romantikus elem lenne, ha a ház romos. Romos? Nem is rossz. Ezek után hőseink boldogan egymásé lesznek. Mindjárt kezdhetjük is.